Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, az Új Remény Baptista gyülekezet bibliaiskolájába. Rendhagyó módon, online módon lesz az első kurzusunk, és valószínűleg majd a folytatásban is. Az első alkalommal és a sorozat első részében a prófétai ajándékkal, a prófétai szolgálattal fogunk foglalkozni. Majd látni fogjuk az igeversek alapján, hogy miért is van ennek jelentősége és fontossága az Új Szövetségben és az egyes embereknek a hívő életében, és ezt a témát járnánk körül. Körülbelül 8 alkalom lesz, ami erről az ajándékról fog szólni, és hiszem azt, hogy valamennyien tudunk épülni, növekedni általa, hiszen a mai helyzetünkben is azt láthatjuk, hogy a kijelentés ajándékok és a beszéd ajándékok megelevenedtek a gyülekezetben Isten kegyelméből, és fontos, hogy erről megalapozott bibliai ismerettel és bibliai látással rendelkezzünk. Nézzük, hogy mi is a prófétálás. Többféle fogalmat kitaláltak már ezzel kapcsolatban, illetve határoztak meg. Én egy nagyon egyszerű fogalmat szeretnék átadni nektek, ahogy majd látni is fogjátok a kivetített dián. A prófétálás nem más, mint Isten mindenkor aktuális üzenetének, kijelentésének, Szent Szellem által történő átadása. A próféta veszi a mennyei üzenetet, és azt továbbítja azok felé, akiknek szólnia kell. Ez lehet egy személy, gyülekezet, vagy akár nemzetek. Itt minden szónak fontos jelentősége van, hiszen a prófétálás, a prófétai szolgálat, majd látni fogjuk, hogy több szintje is van neki, alapvetően mindig Isten aktuális üzenetét hordozza, és mindig Isten aktuális kijelentését kell tartalmaznia, és kellenek olyan személyek, akik meg tudják ezt hallani, meg tudják érteni, és át is tudják adni a gyülekezetnek. Azt is látni fogjuk majd, hogy ez teljesen másképp fog működni egy buzdítás esetén, egy bátorítás esetén, vagy akár prédikáció esetében is, és óvakodni kell azoktól a szélsőségektől, hogy valaki a nagy prófétai kijelentésekre vagy személyiségre hangsúlyozza ki ezt a dolgot, hiszen majd a prófétálás egyes fajtáinál látható lesz, hogy bizonyos megnyilvánulásai nagyon egyszerű körülmények között jönnek létre. Sokszor néhány szó, egy-két igevers, vagy néhány bátorító szó, és fontos, hogy a gyülekezetünkben kialakuljon egyfajta kultúrája a prófétai szolgálatnak, annak a prófétai szolgálatnak, amely épít, bátorít, vigasztal, vagyis amikor eljövünk egy gyülekezetbe, eljövünk a közösségbe, akkor mindannyian úgy jöjjünk el, hogy hozunk magunkkal valamit, amit bele tudunk tenni a közösbe, amelyel áldássá tudunk lenni testvéreink számára, és már az Isten tisztelet kezdetére olyan lelki állapotba tud kerülni egy bátorításunk, vagy igaztalásunk, vagy egy építő bizonyságunk által, amely révén hamarabb be tud kerülni az Isten jelenlétébe, az Istennel való közösséget hamarabb meg tudja élni. Az alapvető igeversek kapcsán majd azt is látni fogjuk, hogy miért helyez a Ó és Új Szövetség nagyon kiemelt figyelmet és szerepet a prófétálásnak, ugyanakkor sem túl hangsúlyozni, sem alábecsülni, nem kell ezt az ajándékot. Tehát a prófétálás az, ahogy mondtam, Isten mindenkor aktuális üzenetének az átvétele a Szentlélek által és annak a továbbadása, és az ajándékban való növekedés tulajdonképpen ezt jelenti, hogy hogyan és milyen módon tudjuk majd átvenni ezt az üzenetet, hogyan és milyen módon kell átadni, mikor kell átadni ezt az üzenetet, és az ajándékban való növekedés is majd ezen fog eldőlni, hogy kik azok, akik egy bizonyos szintig kapnak elhívást ebben az ajándékban, és kik azok, akik esetleg tovább lépnek a karizmák, vagy esetleg a szolgálati ajándékoknak a szintjére. Maga a próféta pedig, aki a prófétálást végzi, vagy a prófétai szolgálatban benne van, ő pedig egy olyan személy, aki kész és képes meghallani Isten hangját, és azt át is tudja adni azokat a kijelentéseket, amelyeket Isten rábízott. Tehát fontos, hogy aki a prófétai ajándékban, prófétai szolgálatban mozog, az ne csak azt tanulja meg Isten inspirációjára és a kijelentéseire, hogy mit és hogyan kell venni Istentől, hanem hogyan és milyen módon tudja átadni azt. Nagyban csökkenti egy proféciának a hatékonyságát, az erejét, illetve a hatásosságát, hogy olyan személyek olyan módon adják át ezt a proféciát, amelyek nem felelnek meg a bibliai kritériumoknak, tehát nem épít, nem bátorít, nem vigasztal, hanem leural, megfélemlít, manipulál másokat, vagy esetleg nyereségvágyból teszi valaki. Ezek majd mind a hamis proféták felismerésénél, majd ezzel egy kicsikét külön fogunk foglalkozni. A prófétaság kapcsán az 1 Sámuel 10.6-ban olvashatunk egy nagyon érdekes igeverset, ami talán sokatok számára is elég ismerős. Itt ezt olvashatjuk, akkor az Úrnak a lelke rád fog szállni, mármint Saulra, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel.
A prófétai ajándék és a prófétai szolgálat az, ami az embert az Istennel való kapcsolata és a Szentlélek munkája miatt más emberré fogja tenni. Itt nyilván nem a legszélsőségesebb, extatikus dolgokra kell elsősorban gondolni, ami főleg az Ószövetségnek a sajátossága volt, és egyfajta pecsétje volt annak, hogy valaki az ószövetségi időszakban Isten ruhája, Isten szellemének az irányítás alatt áll, hanem az új szövetségben, ahogy látjuk, majd teljesen más végletek is megjelennek. Ugyanakkor az 1 Királyok 17.1-ben olvashatjuk az egyik nagyon fontos megfogalmazását a prófétai szolgálatnak, szinte egy összefoglalója, hogy ki is az, aki igazából alkalmas a prófétai szolgálatra és a prófétálásra. Ez pedig így hangzik, a Gileádbeli Tisbéből való Illés ezt mondta Akháb királynak. Él az Úr, Izrael Istene, akinek szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. A szolgálatban állni kifejezés a héberben azt jelenti, hogy Isten arca előtt van, Isten jelenlétében van. Vagyis a próféta igazából az a személy, aki Isten jelenlétében tölti az idejét, több-kevesebb időt, itt nyilvánvaló, mert különbségek lesznek az ajándékoknak a megnyilvánulásaiban, de alapvetően a próféták készek és képesek akár napokat is az Úr jelenlétében eltölteni, és ők igazából ezen a közösségben, ebben a közösségben fogják majd átvenni Istennek a kijelentéseit és Istennek az üzeneteit. Ha a Bibliában a üzenet vétellel kapcsolatos dolgokat már meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan és milyen módon tudnak a próféták üzenetet venni a Szent Szellem által. A prófétákkal kapcsolatban két alapvető típus van, ami a prófétálás átadási módjára jellemző, és ezeknek is számos ágaboga van, de mégis két olyan jellemző dolog van, amit mindenképpen meg kell különböztetnünk egymástól, és igazából már egy választó vonal is lesz a különböző prófétai megnyilvánulások és ajándékok között. Az első az úgynevezett ismeret vagy tudás alapú prófétálás vagy profécia, aminek a forrása maga a kijelentés, hogy Isten hogyan és milyen módon ad kijelentést. Ez egy nem tanulható természet fölötti kijelentés. Az emberben alakul át üzenetté és teherré. Erről úgy beszél az Ószövetség, hogy ez a massa, vagyis amikor valakire ez a prófétai üzenet rászáll, Istentől kap egy prófétai üzenetet, az elkezd benne forogni, elkezdi mozgatni az ő szívét, és egyfajta teherré válik az életében, és ez sokszor napokig vagy hetekig hordozza. Ilyenkor szokott előfordulni, hogy valaki kap egy képet, kap egy látomást, és akkor hetekig imádkozik ezért, kér egy igeverset, egy másik prófétától kap megerősítést a témával kapcsolatban. Tehát ez egy hosszabb időt is igénybe vendő dolog. Valamikor hetek vagy hónapok is eltelhetnek egy-egy ilyen ismeretnek, tudásalapú kijelentésnek a megismerésére és a felismerésére. Azt is látni kell, hogy ebben az esetben ez függ az intellektusunktól, a képzettségünktől, lelki beállítottságunktól, lelki érettségünktől, tehát hogy ki milyen szintre jutott már el a proféta üzenetek megvizsgálásában, értelmezésében, átadásában, azok számára ez majd világossá fog válni, hogy ki milyen mélységig tud majd elmenni egy-egy kijelentésben. Az ószövetségi profétáknál is nagyon szépen lehet látni, hogy teljesen más stílusa volt, és háttere volt egy Ézsaiás prófétának, egy papi származású Jeremiás prófétának, egy pásztor származású Amosz prófétának, vagy más olyan prófétáknak, akik esetleg nemesi családból származtak. Az új szövetségben szintén megjelenik ez, hogy teljesen más a prófétai kijelentések stílusa egy nagyon idős apostolnál, Jánosnál, és megint más Pál apostolnak a rabbinikus háttérből, az ószövetségi értelmezésből fakadó prófétálása és profécia értelmezése. Tehát azért mondom, hogy itt azért ennél a kijelentés típusú ismeret, tudás alapú proféciáknál nagyon sokat számít az, hogy kinek milyen a háttere, a lelki érettsége, a felkészültsége, és itt már szeretném előre megjegyezni, hogy nagyon fontos a Biblia ismeret, a Szentírás ismerete, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy bizonyos képekhez, látomásokhoz vagy különböző üzenetekhez Isten majd a Szentlélek által tudjon igét kapcsolni, vagy igeverseket tudjon kapcsolni. Ez nagyon fontos és elengedhetetlen a Szentírásnak az ismerete. És a hamis prófétáknak az egyik jellemző, illetve a prófétálásban ott szoktak elcsúszni az emberek, amikor nem ismerik az írásokat, nem ismerik a Szentírást, és úgy kezdenek el prófétálni bizonyos dologról, ami egyértelműen szembe megy a kijelentéssel, egyértelműen szembe megy Istennek az írott igéjével,
hiszen a proféciák vagy a proféta üzenetek, amelyek elhangzanak, azok semmilyen módon nem állhatnak ellentétben a Szentírással, vagy ha nem is konkrétan azzal alá lehet támasztani, nem áll messze a Szentírásnak a szellemiségétől. A Dániel proféta könyvének 10. rész első versében olvashatunk ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos dolgot még. Círusznak, Perzsa királyának 3. esztendejében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveznek. Igaz ez a kijelentés, és nagy háborúról szól, ő megértette a kijelentést, és így megértette a látomást. Később tudjuk, hogy 3 hétig tartott, míg megérkezik ennek az üzenetnek a kibontása a proféta életében, amikor egy angyal megérkezik, ő 3 hétig várt arra, hogy a kijelentett proféciákat Isten megmagyarázza neki, elmagyarázza. Tehát volt egy intellektusa neki, volt egy képzettsége, volt már egy profétai tapasztalata. Ezt látjuk például a 9. fejezetből, vagy a korábbi profétai kijelentésekből, az álomfejtés képességéből például a 2. részben, Nabukodonozor álma kapcsán. De itt is azt látjuk, hogy kellett egy kis idő, míg ez az ismeret, míg ez a tudás a birtokába került. Itt olyan héber kifejezések is vannak, ennek részleteiben most nem szeretnék belemenni. Itt a binah szót használja a héber, ami egy nagyon mély belátás, egy Istentől jövő bölcsesség általi megértést jelent, és majd a szolgálati ajándék esetében látni fogjuk, hogy akik a karizmálás vagy a szolgálati ajándék területén mozognak már a profétálás ajándékában, és nem csak a megnyilvánulás szintjén, ott már a különböző kijelentés ajándékok, mint például a bölcsességbeszéde, a tudománybeszéde, a szellemek megítélésének az ajándéka is segítségül jön, hogy bizonyos profétai képeket és látomásokat meg tudjon érteni az ember, és bizonyos kijelentések esetében angyali támogatás is megjelenhet, bár ez inkább az Ószövetségben volt gyakoribb, mint az Új Szövetség esetében. Az ismeret vagy tudás alapú proféciáknál 2 olyan személyiségjegy is megfigyelhető, míg ez az üzenet átmegy az embereken keresztül, hogy vannak az úgynevezett intellektuálisabb típusúak, és vannak az intuitívabb típusúak. Az intellektuálisabb típusúak, azok általában értelmes, felépített képeket és gondolatokat közvetítenek, nagyon szépen, röviden, szabatosan, határozottan beszélnek, nagyon világosan fejtik ki Isten üzenetét. Azt is konkrétan kijelentik, hogy ha valamiről még nincs világos látásuk vagy üzenetük, de határozottan tudják képviselni mindazt, amit megértettek, és Isten üzenetéből át tudnak adni. Ide tartoznak például az író proféták is, akik sokszor hetekig vagy akár hónapokig írnak egy-egy cikket vagy egy írást Krisztus testének, vagy akár egy helyi gyülekezetnek, vagy megosztanak olyan írásokat, amelyeket Isten jelenlétében vettek át, és ezzel is Istennek a népét bátorítják és készítik fel. Ők általában ezek az intellektuálisabb típusúak. Ugyanakkor vannak az intuitívabb típusúak is, ők általában azok a proféták, akik érzelmileg gazdagabb, mélyebb átélés jellemzi őket. Az Ószövetségben többször voltak ilyenek az úgynevezett síró proféták, akik sírtak, szomorkodtak bizonyos dolgok és események fölött, vagy miatt. És ezekre a profétákra nagyon jellemző az, hogy bizonyos helyzeteket, amikor ilyen érzelmi átéléseik vannak, ugyanúgy éreznek, mint Isten. Ugyanúgy tud fájni neki, ugyanúgy tud fájni nekik egy bűnbe esett közösségnek az állapota és az érte való imádkozás, mint ahogy Isten szomorkodik a fölött, a gyülekezet fölött, vagy úgy tud egy gyászolót vigasztalni, ahogy Isten is tudja gyászolni a vigasztalókat, tehát képesek Istenhez hasonló módon érezni, és ezeket az érzelmeiket közvetíteni. Itt nyilvánvalóan vigyázni kell arra, és figyelni kell arra, hogy ne színészkedjünk, ne menjen át ez az egész egy performancba, tehát vigyázni kell arra, hogy nehogy átessünk a ló másik oldalára, és akkor sírjunk, amikor nevetni kell, vagy akkor nevessünk, amikor sírni kell. Ne vigyük semmiképpen sem túlzásba az érzelmeinket. Ehhez egy igeverset szeretnék még felolvasni, hogy értsétek, miről is beszélek. A 2 Királyok 8.11.12-ben ezt olvashatjuk Elizeus kapcsán. Isten embere ekkor rámerett, míg az zavarba jött, és Elizeus végül sírni kezdett. Hazájel megkérdezte, miért sír az én uram? Ő így felelt, mert megtudtam, hogy milyen veszedelmet hozol Izrael fiaira, erős városait felperzseled, ifjait fegyverrel levágatod, csecsemőit földhöz vágod, és várandós asszonyait felhasogatod. Tehát itt Elizeus miközben profétál Hazájelnek, Isten szelleme rászáll, és elkezd sírni, elkezd zokogni,
és hazája nem is ért, hogy ez miért történik, és akkor a próféta elmondja, hogy ő már előre látja azt szellemben, hogy mit fog hazája tenni majd az ő népével, az ő családjával, az ő hazájával, az idősekkel, az asszonyokkal, és úgy látja ezt a veszteséget, mint ahogy Isten látja, és elkezd sírni, és elkezd zokogni. Tehát vannak ilyen prófétai megnyilvánulások, amikor ezek megjelennek, és ilyenkor a prófétának a megnyilvánulása segíti, támogatja az üzenetnek az átvételét, és valamikor nagyon sokszor, például amikor a bűnbánat szelleme ki tud áradni egy gyülekezetre, egy közösségre, vagy akár egy családra, vagy egy személyre, az nagyon sokszor azért van, mert az a próféta, aki megszólítja ezt az embert, vagy meginti őt valami bűnnek a dolgában, akkor ezt a fajta szeretetet, ezt a fajta szellemiséget a prófétai beszéd által tudja arra az emberre közvetíteni, amely által Isten megérinti az ő szívét, megérinti az ő szellemét, összetöri őt, bűnbánatra jut, megtérésre jut, és ez nagyon fontos, hogy ezek az intuitív típusú proféták is megjelenjenek akár Isten tiszteleti alkalmon, de ahogy mondtam, nagyon vigyázni kell a különböző megnyilvánulásaikra, és nem szabad, hogy túlzásokba és szélsőségbe essünk. Öt olyan terület van, olyan főbb téma van, ami általában ezeket a ismeretalapú prófétákat jellemzi. Az első, hogy szót emelnek az Úr mellett és az Úr nevében, és képviselik őt. Ez mindig a legfontosabb szolgálata egy prófétának, hogy Isten nevében szól, kiáll az Úr mellett, és megalkuvás nélkül hirdeti Istennek az akaratát. Nagyon sokszor felhangzik ezeknek a prófétáknak az írásaiban a keressétek szó, hogy keressétek az Urat, ami megtalálható, keressétek az Úr orcáját, keressétek a megtérésnek, a bűnbánatnak a helyét. Nagyon sokszor felszólítanak az Istennek a tiszteletére, különösen a bálványimádással szembeni konfliktus során, hogy az Istent kell tisztelni, őt kell félni, felszólítanak az Isten imádatára és a magasztalására. Ugyanakkor, ahogy a korábban is beszéltem róla, nagyon erőteljesen tudnak buzdítani a megtérésre, és az ószövetségi proféciáknak egy jó részét megfigyelitek, nagyon sokszor azzal kezdődik, hogy a népnek mi a bűne, mi a probléma, miért nem szól hozzájuk Isten, miért hagyta el őket Isten, miért vannak csapások a nép életében, hogy előbb meg kell térni, és ha a nép ezt a üzenetet veszi, és megtérnek, akkor jön Istennek az áldása, jön a helyreállító kegyelme, és Isten a prófétákat nagyon sok esetben, még ha ideiglenesen is, mert azt lehet látni az ószövetségi történetekből is, hogy sokszor ilyen periódikusan, mint a bírák korában is, történtek szabadulások és helyreállások a nép életében, de Isten mindig támasztott prófétákat, akik által akarta küldeni az üzenetét. A második ilyen, a prófétálás a jövőre nézve, nagyon sokan szinte kizárólag ezt tekintik proféciának, és néha még helytelenül jóslásnak is nevezik ezt a dolgot, de nyilvánvalóan óriási különbség van a kettő között. De valóban a prófétálásnak van egy ilyen területe, amikor a jövővel kapcsolatban ad valaki üzenetet és kijelentést. Itt nyilvánvaló, hogy a hitelesség szempontjából nagyon kérdéses, hogy egy közeli vagy egy távoli jövőről való proféciáról van-e szó. Nyilvánvaló, hogy sok esetben az apokaliptikus proféciákat leszámítva, szinte minden egyes ószövetségi profécia, amely esetleg a közeljövőről szólt, az még az adott proféta életében beteljesedett, hiszen a profétai szolgálatnak az egyik mércéje pont az a hitelesség volt, hogy beteljesedik-e az a szó, amiről beszél, vagy amiről éppen nem. És éppen ezért volt Jónás próféta is elég mérges, amikor Ninive nem pusztult el, miután hirdette az ítéletet, mert ő világosan kimondta, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, és a város nem pusztult el. Ő így az ószövetségi törvény értelmében hamis prófétának bizonyult volna, de nyilvánvalóan itt Isten nyúlt bele a dolgokba, és ő felülírta Jónásnak ezt a fajta kijelentését, mert az emberek a megtérés által Istennek a haragját elfordították az életükről. A harmadik ilyen terület belelátás a szellemi történésekbe, a mennyei tanácskozásba, harci cselekményekbe. Ez már igazából a prófétai ajándéknak a szolgálati ajándék nevű csoportja, amikor már valaki nagyon komoly üzeneteket és kijelentéseket kap, és ez tulajdonképpen az egyik legmagasabb szintje is a prófétai szolgálatnak, amikor valaki már ezekben a mennyei eseményekbe lát bele konkrétan, innen kap közvetlen kijelentéseket, és ezekből az új szövetségben is nagyon kevés ilyen személy van, Agabusz, vagy János apostol, vagy például Pál apostol, tehát ez már nem annyira gyakori, viszont sokkal gyakoribb az, hogy Isten például a közben járó szolgálatban, ahol megjelennek az úgynevezett őrszem típusú proféták, vagy a látó proféták, akik, ha korlátozottabb kijelentés formájában is, de kapnak hasonló üzeneteket egy-egy adott helyzetre vonatkozóan, egy-egy gyülekezetre, egy-egy családra, egy-egy közösségre vonatkozóan.
A negyedik fajta megjelenése, értelmezés a jelenlegi helyzetnek és a múltnak az értelmezése. Erről is egy kicsikét beszéltem már a megtérés kapcsán, hogy valamikor a jelenlegi helyzetet értelmeznie kell egy prófétai személynek. Nagyon aktuális például a mai helyzetünk is, hogy a gyülekezetben fontos, hogy ilyenkor fellépjenek azok a próféták, akik buzdítanak és bátorítanak, és próbálják megérteni, hogy ezzel a vírussal vagy a járvánnyal kapcsolatban is miért kerültünk ilyen helyzetbe, Isten miért engedett meg bizonyos dolgokat a gyülekezet vagy egyes családok életében, és ehhez szükséges az, hogy Istentől jövő próféták bátorítsák és buzdítsák az embereket ebben az időszakban, hogy ne adják fel, harcoljanak, küzdjenek fiaikért, feleségeikért, gyermekeikért, és majd végül, amikor összegyűlnek Isten házába, akkor magasztalhassák és dicsérhessék őt, valamint a múlt értelmezése, hogy milyen forrásai lehetnek egy problémának, vagy Isten hogyan cselekedett a múltban, és sokszor a bátorító típusú próféták teszik azt, hogy Isten hatalmas dolgait előhozzák a régmúltból, és azokkal készítik fel a jelenlegi válságban Istennek a népét arra, hogy türelemmel, álhatatossággal, hittel és reménységgel várják Istennek a szabadítását és Isten szabadító munkáját. És az ötödik, szintén nem elhanyagolható és nagyon fontos dolog, hogy az Isten megismerésére és az igébe vetett bizalomnak a támogatására is nagyon alkalmas a prófétai szolgálat, hogy az Urat az emberek megismerhessék, elfogadhassák az ő kegyelmét, az ő irgalmasságát, és mindig az embereket visszatérítsék Istennek az igéjéhez és Istennek a beszédéhez. Ezek voltak tehát azok a próféták, vagy azok, az a fajta üzenetvétele a prófétáknak, amikor a ismeret alapján, kijelentés alapján ad Isten üzenetet. Majd látni fogjuk, hogy ennek a kijelentésnek alapvetően 7 forrása lesz. Ezt majd az egyik részben külön fogunk erről beszélni, hogy hogyan lehet venni. Azt különbözteti meg majd a most következő szólás alapú proféciát, tehát röviden összefoglalva, hogy ezt Isten, mikor kijelentésként adja bármilyen formában, akkor ez sokszor nem azonnal kerül nyilvánosságra, hanem a proféta életében elkezd mozogni a kijelentés, elkezd mozogni az üzenet, megértésre vár a proféta, további kijelentésre vagy megerősítésre vár a proféta, és sok esetben átmegy az érzelmein, átformálja őt is, elkezdi formálni a jellemét, ahogy korábban is olvashattam például Saul esetében, hogy más emberré válik, hiszen nagyon fontos, hogy miközben a proféta maga is Isten üzenetét adja át, nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy Isten közben, amit kap tőle, rajta is, benne is elkezd munkálkodni, és elkezdi végezni a munkáját, és amikor kialakul ez a prófétai teher az életében, amikor összeáll ez az üzenet, ez a megértés Istennek a kijelentéseiből, akkor azt a megfelelő időben, a megfelelő módon, a megfelelő személynek, személyeknek, gyülekezeteknek vagy közösségeknek átadja, és ahogy mondtam, ez valamikor hosszabb időszakot is igénybe vehet, napokat, akár heteket, vagy akár hónapokat is, amikor Istentől valaki kap egy üzenetet, és nem azonnal teljesedik be, nem azonnal válik valóra. Itt csak nagyon röviden zárójelbe jegyzem meg József történetét, aki profétikus kijelentést kap az életére nézve, a szüleivel, családjával, testvéreivel való kapcsolatban, és azt látjuk, hogy majd jóval több mint 10 évvel később kezdenek el beteljesedni rajta ezek a prófétai kijelentések és ígéretek, amelyeket ő korábban kapott. Tehát nem azonnal és nem azonnal felismerve tudta ezeket megérteni és megismerni, és láthatjuk azt is, hogy ő elhamarkodottan beszélt ezekről a dolgokról, idő előtt kijelentette ezeket a dolgokat, és láthatjuk, hogy milyen következménye volt az ő bölcstelenségének, és annak, hogy elkapkodta ezt a dolgot. Tehát ez volt az ismeret vagy tudás alapú üzenet. A második a szólás alapú, általában az Új Szövetségben ez nagyon gyakori szokott lenni, ez szinte majdnem kizárólag, de a legtöbb esetben ez általában kisebb közösségekben, személyek között vagy a gyülekezetben, istentisztelet alatt, mellett, fölött szokott zajlani. Ez tulajdonképpen maga a szólás és a nyelvajándék, amikor a Szent Szellem felhasználja az embernek a beszédét, a nyelvét és a száját, tulajdonképpen egy csatornát képez Isten és az emberek között, és a legtöbb esetben azonnal inspirációra történik. Sokszor a proféta nem is tudja, hogy miért ezt mondja, vagy miért ez az ige versen fel a szívében, vagy miért villan belőtte egy kép mondjuk egy beszélgetés közben, hanem nagyon sokszor ez pillanatok alatt történik, és mivel ez általában pillanatok alatt történik, azonnali vagy spontán inspirációra, ezért az azonnali, illetve ha csak lehetőség van rá, minél hamarabbi megvizsgálása szükséges ennek a dolognak, mert
Különben problémák lehetnek abból, hogy a proféta lelkek nem engedelmeskednek a proféciáknak, illetve a profétáknak, és akkor nem fognak jól működni ezek a dolgok. A Biblia alapján azt láthatjuk, hogy nagyon sokszor ezek a szólásalapú proféták voltak azok, akiket Isten a szájukat, nyelvüket felhasználva, mint egy átfolyt rajtuk Istennek a üzenete, Istennek a beszéde. Nem is gondolkodtak igazából annak a jelentésén és az értelmén, csak tudták azt, hogy a Szentlélek, a Szent Szellem által kaptak egy üzenetet, egy kijelentést, azt tovább kell adniuk, és az előzővel ellentétben ez nem bennük alakul át üzenetté, hanem amit Isten mond, ők azt azonnal kimondják, és nem alakul ki náluk elsősorban egy prófétai teher, nem formálja át őket teljesen, nem hetekig, hónapokig érlelődnek rajta, hanem ezt sokszor azonnal mondják. Két igeverset szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, hogy értsétek, miről beszélek. Az egyik az, illetve mind a kettő Bálám proféciája, illetve Bálám személyéhez kötődik. A zsidó rabbik tanítása szerint Isten azért mondta meg a profétálásnak a kegyelmét a pogányoktól, mert Bálám, amikor Isten őt pogányként használta, akkor ellene fordította Izraelt az Úrnak, és bálványimádásba vitte végül is bele, de Bálámnál lehet látni, hogy Isten hogyan használja őt. A 4 Mózes 22.38-ban például azt olvashatjuk, Bálám pedig azt felelte Báláknak, íme eljöttem hozzád, de most szólhatok-e valamit magamtól? Ami mondani valót Isten ad a számba, azt mondom. Tehát Bálám várta a kijelentést Istentől, megmondta azokat a szavakat, amelyeket Istentől kapott, és tudjuk, hogy milyen csodálatos proféciákat és áldást mondott Izrael népéről. Ugyanezt olvashatjuk hasonlót a 4 Mózes 23.5-ben, az Úr pedig Bálám szájába adta igéjét, és ezt mondta neki, térj vissza Bálákhoz, és e szerint szólj. Vagyis Bálámon nem ment keresztül, abban azért Bálámon keresztül ment Istennek az üzenete, és nem benne alakult át üzenetté, mint az első esetben, tehát ő csak egy csatorna volt, hogy amit Isten közöl, azt át is tudja adni. És az Ószövetségben sok ilyen proféciával találkozhattok, amikor úgy olvashatjuk, hogy és lőn az Úr beszéde hozzám, és ezt mondta, hogy. Amikor ezzel találkoztok, sok esetben a proféta, amíg ha más esetekben képeket, látomásokat kap, azzal vívódik, és kijelentést vár. Valamikor a proféták csak simán arra kaptak kijelentést, hogy ezt meg ezt a beszédet mondják el. Jeremiásnak is el kellett menni a templom kapujába, és el kellett mondani azt, amit Isten beszélt. Ilyenkor a profétának csak a száját használta. Isten a száját használta fel arra, hogy az ő üzenetét hirdesse és közvetítse. A másik ilyen nagyon jól ismert dolog Péternek a pünkösdi prédikációja. Nem olvassuk azt a Szentírásban, hogy 10 nappal Jézusnak a mennybe menetele után a Szentlélek kitöltetésére várva, Péter lázasan készül az első prédikációjára, semmit nem tudott, hogy mi lesz a Szentlélek kitöltetésekor, nem sejtette azt, hogy mivel fog járni az, hogy a Szent Szellem betölti őket. Valami képe lehetett arról, amit Jézus tanított, de igazából Pétert, amikor a Szentlélek megragadja és betölti őt kettős tüzes nyelvek formájában rájuk szállnak, akkor Péter feláll, és egy nagy hatású prédikációt mond, tele profétikus üzenetekkel, beszédekkel, és onnan is lehet tudni, hogy ez profétikus volt, hogy ez megérintette az emberek szívét, az emberek bűnbánatra jutottak, megtérésre jutottak az emberek, kérdezték a megtérés útját és a lehetőségét, és még számtalan egyéb pontja van Péter prédikációjának, ami egyértelműen egy profétikus igehirdetés volt, egy profétikus üzenet is volt, míg ha lehet majd látni azt, hogy nagyon sok prédikáció nem kifejezetten profétikus típusú, hanem vannak olyan részei a prédikációnak vagy egy tanításnak, amikor az igehirdető vagy a tanító olyan mondatokat mond, vagy olyan szavakat mond, amik különösen telibe találnak egy embert, és ha még a prédikáció vagy tanítás addigi részei nem is érintették meg őt úgy, vagy legfeljebb a személy, vagy a, nem a szívéhez, hanem inkább a elméjéhez szóltak, vagy a intellektusához, akkor ez a prófétai beszéd, még ha csak egy-egy szó vagy mondat, az kimegy az igehirdetés vagy a tanításból, az megérinti az embernek a szívét. Megmozgatja az embernek a szívét, elkezd benne forogni, munkálkodni, és ebből lehet tudni, hogy ez a fajta beszéd alapú profécia telibe talált és kiment, és ezért mondtam, hogy a gyülekezetben azért jó, ha megvan a kultúrája ennek a beszédtípusú
profétai megnyilvánulásnak, mert eljövünk egy gyülekezetbe, és úgy jövünk el, hogy imádkozva, kérve az Urat, hogy hagyd legyünk áldás a testvéreink számára. Amikor összegyűltök, mondja Pál, mindegyik őtöknek van tanítása, bátorítása, buzdítása. Hát amikor eljövünk a gyülekezetbe, hozzuk magunkkal ezeket a kincseket, tanuljunk meg kommunikálni egymással, beszélni egymással. Ha látjuk, hogy szomorú a testvérünk, mondjuk egy-két vigasztaló szót. Azt is lehet látni a Bibliában, hogy sok esetben nem azzal kezdődött, hogy nagy hatalmas profétai kijelentések történtek egy beszélgetésben. Ott van például a Samária asszonynak az esete. Ott is például Jézus nem azzal kezdi, hogy én vagyok a Messiás, aki veled beszélek, hanem beszélnek mindenféléről, időjárásról, vízről, kútról, mindenről szó van. És ahogy elkezdtek beszélgetni, elkezdett Jézusban működni a kijelentés ajándék, a beszéd ajándék, a profétai ajándék, és ennek az asszonynak elkezdett megváltozni a szíve, és végül hitre jutott Jézus Krisztusban. Jó, tehát ezért fontos, hogy a gyülekezetünkben kialakuljon ennek a kultúrája és szokása, hogy építsük, bátorítsuk, vigasztaljuk egymást, és amikor eljövünk egy istentiszteletre, akkor hozzuk magunkkal ezeket a jó kincseket, ezeket az áldásokat. Korábban nem véletlenül beszéltem a nyelv bűneiről, a nyelvnek a szerepéről az életünkben. Használjuk, hogy építő, bátorító és buzdító dolgokat mondjunk, hogy felemeljük a testvérünket, hogy építsük őket, hogy bátorítsuk őket azzal, amit Istentől kaptunk. És ahogy beszéltem erről is, fontos, hogy az Isten igéjének az ismerete ott legyen az életünkben, hogy tudjunk egy-egy igét bátorításul mondani a testvérünknek, és növekedjünk ezekben a fajta megnyilvánulásokban. Majd a Korintus levélben látni fogjuk, hogy például ilyen Isten tiszteleten Pál egy nagyon meglepő kijelentést tesz, mert többek között azt mondja, hogy egyenként mindnyájan profétálhattok. És ahogy mondtam, sokan félrejtik ezt a profétálás kifejezést, hogy itt valami nagy horderejű dolognak a kijelentéséről van szó, vagy nagy bekövetkezendő eseménynek a várásáról van szó. Nem, a profétai ajándék ott kezdődik, hogy építés, bátorítás és vigasztalás. És hiszem azt, hogy minden újszövetségi hívő ember, aki megtért és újjászületett a Szentlélek által, bemerítkezett Krisztus testébe, szolgálja és szereti az Urat, annak biztos, hogy van egy-két jó szava, bátorítása, buzdítása a testvéréhez, akit fel tud emelni, tud Isten jelenlétébe vezetni, tud bátorítást és vigasztalást nyújtani számára. Ezért fontos, hogy ezek a szólás alapú profétai megnyilvánulások is jól működjenek a gyülekezetben. Három csoportját soroltam fel itt, amiben ez megszokott nyilvánulni és jelentkezni. Nyilván majd később erről részletesen fogunk beszélni, most csak felsorolás szintjén szeretném megemlíteni. Az egyik az ikletett beszéd, amiről most is beszéltem. Ez egy buzdító, bátorító, felemelő, erőteljes, vigasztaló beszéd, amivel rendelkezünk, és a szívünk jó kincseiből tudjuk előhozni ezt az áldást, és amikor egy ember telve van a Szentlélekkel, telve van Istennek a kegyelmével, telve van Isten szeretetével, telve van Isten beszédével, akkor ezek így bugyogni, áradni fognak belőle. Az egyik típusú próféta, a nábi típusú próféta, erről majd lesz szó hamarosan, annak pont az az egyik jellemzője, hogy a eredeti héber szövegben egy olyan képet használ itt a profétálásra az írás, hogy mint egy fazekat, amiben tele van vízzel, felforralnak és lelöki magáról a fedőt. Na ilyenek ezek a ikletett típusú beszédek, hogy ott van benne Istennek a tüze, Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme, és egyszer csak lerepül róla a fedő, és elkezd áradni belőle Istennek a beszéde, Istennek a szava és Istennek az üzenete. Ez volt tehát az első, az ikletett beszéd. A második a költői beszéd. Ez is nagyon fontos, és általában ide a profétai dicséreteket, profétai alapú dicséreteket, a zsoltárokat vagy a szellemi énekeket soroljuk, ami szintén nagyon fontos, hogy a Isten dicséretében, az Isten jelenlétében milyen profétai énekek születnek. Ha csak Dávidnak az életét megnézzük, Dávidnak a zsoltárait, hogy milyen körülmények között, milyen helyszíneken, milyen események hatására születtek meg, akkor lehet látni azt, hogy Dávidon milyen profétai kenet volt, hogy ezek a dalok megszülethettek a Szent Sátornál, megszülethettek a Fridláda előtt, megszülethettek a pusztában, üldözés közben, jó időben, rossz időben, de megszülettek bűnvalláskor is, megtisztuláskor, helyreálláskor. Tehát ezek a fajta profétai beszédek fontos, hogy megjelennek egy gyülekezetben, akár egy profétikus dicséretben, és nem csak úgy, hogy új dalok születnek, mert ez is nagyon fontos, hogy Isten jelenlétében énekeljünk új éneket az Úrnak. Ez nem azt jelenti, hogy amit elterveztünk, ahelyett énekeljünk mást, hanem valóban új dalok
barátok szülessenek Isten lelke, Isten szellemének a vezetése által, és akik erre nyitottak, és ez a prófétai kenet ott van a hangszerükön, ott van a képességeiken, akkor ezek éljenek is vele, és sokszor ezek a szellemi énekek azok, amelyeket, hogyha egy dicsőítés vezető, vagy egy dicsőítésben szolgáló megenged, akkor Istennek a szelleme nagyon kedves módon ki tud áradni egy gyülekezetre, egy közösségre, és Isten szent lelke el tudja végezni a munkát, és ebből is látszik már, hogy ennek az ajándéknak az ismerete, az ebben való gyakorlat és tapasztalat nagyon fontos ahhoz, hogy érezzük a szent léleknek a mozgását, a szent léleknek a vezetését, a szent lélek kiáradását, tudjuk, hogy mikor mit kell mondani, mikor hogy kell pengetni azt a hangszert, vagy fújni azt a hangszert, engedni kell, hogy Isten szent lelke átvegye ezeket a dolgokat, és irányítsa a mi képességeinket és lehetőségeinket, ami azra az adott helyen van, és nem véletlen, hogy pont ezért mondja Pál apostol, hogy minden ilyen dolgot meg kell vizsgálni, és a gyülekezetben nem szabad tiltani, hanem engedni kell, hogy ezek a Istentől való prófétai dolgok megjelenjenek és megnyilvánuljanak. A harmadik pedig Isten akaratát és Isten igazságát hirdetni, ez tulajdonképpen maga a prédikáció, vagy esetleg a dicsőítés alatt, vagy a prédikáció alatt, vagy esetleg a prédikáció végén, hogyha valakiben feljön még egy üzenet ennek hatására, vagy akár a dicsőítés hatására, akkor az kiállhat, és ha vannak, akik meg tudják ezt vizsgálni, vannak olyan személyek, akik érettek és járatosak a proféciának akár a tartalmában, vagy akár a szellemiségének a megvizsgálásában, akkor bizony engedni kell, hogy építse, bátorítsa és vigasztalja a gyülekezetet a prófétai kategóriáknak megfelelően. Tehát ez volt a két alapvető típus a próféták kapcsán. Ezeket fogjuk majd részletesen kielemezni a következő alkalmakkor, és meg fogjuk majd nézni, hogy hogyan lehet majd üzenetet venni, hogyan alakul át bennünk ez az üzenet, illetve hogy hogyan tudjuk majd megvizsgálni azokat a szólásalapú beszédeket, amelyek sokszor, ahogy mondtam, spontán vagy intuitív módon jönnek létre. Én is nem egy olyan alkalomra emlékszek az igei szolgálataim során, amikor olyan dolgokat beszéltem vagy mondtam, amelyek sem a jegyzetemben nem voltak benne, sem a korábbi gondolataimban, hanem a Szentlélek abban a pillanatban hozott fel egy-egy mondatot, vagy egy-egy szót, és tudtam, hogy az Úrtól van, ki kell mondanom, és utána szinte majdnem minden esetben kaptam visszajelzést, hogy ezek a szavak vagy mondatok voltak azok, amelyek az embereket megérintették, ami konkrétan szólt egy emberhez, vagy ami volt egy bűn, abból neki meg kellett térnie. Erre az ige hirdetőknek, a tanítóknak mindig figyelni kell, hogyha még nem is proféták, de Isten szent lelke használja őket abban, hogy üzenetükben ezek a prófétai elemek, az emberek szívéhez szóló prófétai elemek meg tudjanak jelenni. Ez volt tehát a két alapvető típusa a prófétai ajándéknak a megjelenésének, és csak már most egy előjáróban mondom, mert talán egy kicsikét nem lehetett érthető, majd három szintjét fogjuk látni az Új Szövetségben a prófétai ajándék megnyilvánulásának. Az egyik a prófétálás, mint megnyilvánulás, amikor valakinek alkalomszerűen adatik ez az ajándék, valakinek karizmává válik, vagyis rendszeressé válik ez a prófétai megnyilvánulás, ennek is megvannak a maga szintjei és területei, és végül illetve a karizmákon túl van a prófétálásnak az úgynevezett szolgálati ajándéka, a legmagasabb rendű prófétai elhívás, aminek a nagyságát és jelentőségét majd látni fogjuk a megadott helyen. Nézzük most meg öt alapvető kijelentést a prófétálásról, ami szerintem segít megértenünk azt, hogy miért kell most erről az ajándékról beszélnünk, miért van az, hogy most ez az ajándék került elsősorban előtérbe a bibliaiskola kapcsán, és miért ezt helyezte Isten a szívemre, és ezek alapján, az igék alapján is meggyőződtem arról, megerősödött bennem az a kijelentés, az az üzenet, hogy most van az ideje annak, hogy ezt az ajándékot a gyülekezetben egy kicsikét felfrissítsük, megelevenítsük, és éljünk mindazokkal az áldásokkal, amelyeket Isten ebbe az ajándékba elhelyezett. Az egyik ilyen kijelentés a Mózes 4. könyvének a 11. rész 29. versében van, amikor Mózes besokal, meg akar halni, szeretné, ha az Úr elvenni az életét, mert a elegyben egy nép, aki kijött a zsidó néppel Egyiptomból, mindenféle kívánságai vannak, és ekkor mondja az Úr Mózesnek, hogy rendben van Mózes, a benned lévő szellemből 70 másik személyre fogok még kiárasztani, és hogy ne egyedül vidd ennek a népnek a terhét, és miközben ez a 70 vén megkapja a prófétálásnak a ajándékát,
ebből két személy a táborban marad, akik szintén nem a Szent Sátornál kezdtek el prófétálni, és ekkor Józsué a Nun fia szalad oda Mózeshez, hogy hát nem kéne ennek így lennie, mert micsoda dolog az, hogy valaki nem a Szent Sátorban, nem a Istentől rendelt helyen végzi a prófétai szolgálatot, és szeretné, ha Mózes eltiltaná őket, és ekkor ezt mondta Mózes: értem, féltékenykedsz? Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, hogy az Úr a szellemét adná beléjük. Mózes azt mondta Józsuének, hogy Józsué, attól, hogy ez a 70 vén még elkezd prófétálni, plusz az a két személy, vagy a 70 vénből az a két személy, nekem abból nem lesz kevesebb. Én attól nem leszek értéktelenebb, attól én ugyanúgy Isten szolgálja maradok, ne féltékenykedjél. Itt egy olyan görög kifejezés van a Septuaginta fordításban, hogy Józsué szinte lángra gyúlt, hogy Mózest és Mózesnek a tekintélyét megvédje, de Mózes helyre teszi, és az a vágya és a kívánsága itt Mózesnek, hogy ő azt szeretné, hogy bárcsak az egész Izrael, bárcsak Istennek a népe, prófétai nép lenne, prófétaság szelleme lenne bennük, mert nyilván kevesebb probléma lenne, hogyha valamennyien Isten vezetése és Isten uralma alatt állna, még az ő dolga is könnyebb lenne, de itt már kijelenti Mózes azt az alapvető tételt, amit Isten mond neki, tehát Isten jelenti ki számára, és Mózes megerősíti, hogy ő azt szeretné, ha Istennek valamennyi népe, azok a személyek, akik az ő közösségében vannak, próféta lenne. Ezt erősíti meg a második igeversünk, a Joel 2:28-29. Itt ezt olvashatjuk: azután kiöntöm majd szellememet minden testre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm szellememet azokban a napokban. Ez Isten vágya és terve az új szövetségre nézve, ez megerősíti azt, amit Mózes is mondott, és nagyon érdekes, hogy Isten nem azt mondja, hogy a szellemének a kiárasztása után majd gyógyítani fogtok mindenkit, szuperintelligensek lesztek, vagy hatalmas szónoki képességekkel fogtok rendelkezni, nem, hanem a prófétálásról beszél, a prófétai megnyilvánulások kapcsán az álmokról, a látomásokról, vagyis arról beszél itt Joel, hogy el fog majd jönni az az idő, amikor Isten kiárasz az ő szent szellemét, és az emberek, akárcsak a régi időkben a próféták, személyes közösségben és kapcsolatban lehetnek Istennel. Erről beszél tulajdonképpen Péter is a pünkösdi prédikációjában, és ez volt a vágya Péternek is, hogy amikor erről beszélt és tanított, valamennyi ember, aki ott van, megtérjen, üdvösségre jusson, és tudjuk, hogy 3000 lélek aznap megtért, és csatlakozott is az új szövetségi eklézsiához. Ezekről az igékről majd természetesen később még részletesebben fogunk beszélni. A harmadik alapvető kijelentés az 1 Korintus 14:1-ben találjuk: törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a szellemi ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Nagyon érdekes, és a mózesi kijelentéssel összhangban van, hogy Pál apostol nyilvánvalóan a szeretet általi szolgálatot helyezze a fókuszba, ez a prófétai szolgálatnál is így van, hogy szeretet nélkül semmit nem ér ez a szolgálat, és azt is mondja, hogy lehet kívánni, vágyakozni a lelki ajándékok, a karizmák, kegyelmi ajándékok iránt, de leginkább azért buzogjatok, leginkább azért könyörögjetek Istenhez, hogy prófétáljatok. És utána meg is magyarázza, hogy miért, és ezért mondtam, hogy az új szövetségben az egyik olyan ajándék, a prófétai ajándék, és az Ószövetségben is, amelyet mind Isten, mind a vezető próféták, Mózes és Pál apostol is, akinek a prófétai ajándéka itt is megnyilvánult, bátorít és buzdít bennünket arra, hogy kérjük ezt az ajándékot, kérjük Istentől azt, hogy ha csak azon a szinten is, hogy a testvéremet tudjam bátorítani, vagy építeni, vagy segíteni neki a hitben való előrejutásban, vagy egy gyógyulásban, hogy tudjon ebben engem Isten használni. Ezért lehet nyugodtan, bátran kérni ezt Istentől, és hogy esetleg az Úr úgy látja, a kevesen hű leszel, vagy hűek leszünk, akkor tud majd ebben a dologban bennünket továbbvinni, akár a karizma irányába, vagy akár egy szolgálati ajándék irányába is. A következő a felelősségünkről szól, a negyedik kijelentés: a prófétálást ne vessétek meg. 1 Tesszalonika 5:20-ban olvashatjuk ezt az igét, és itt is csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nem szabad a ló két oldalára borulni ebben az esetben, sem nagyon felmagasztalni nem szabad a prófétai szolgálatot, hiszen más nagyon fontos és értékes ajándékok is vannak még az új szövetségben, sem alábecsülni nem szabad ezt az ajándékot, ahogy itt olvashatjuk a tesszalonikai levélben. Itt a megvetés egy olyan kifejezés szerepel, amelyet az Ószövetségben a Septuaginta, tehát a
Ószövetségnek a ógörög fordításában Istennel szemben használtak egy Istennel szembeni megvetés és utálat. Vagyis itt arról van szó, hogy aki a profétálást megveti, vagy a profétai ajándékot, az nem csak magával a kijelentéssel megy szembe, Isten üzenetével megy szembe, hanem magával Istennel konfrontálódik, aki a profétai üzeneten keresztül szeretne szólni az ő népéhez, és szeretni az ő népét különböző módon megáldani és támogatni. Hát a profétálást nem szabad megvetni, nem szabad alábecsülni, nem szabad háttérbe szorítani, hanem a megfelelő biblikus módon engedni kell ennek a megnyilvánulását. És az utolsó, szintén nagyon fontos, tulajdonképpen az eszenciája a profétai szolgálatnak, az újszövetségi profétai szolgálatnak, Jelenések 19:10, és leborultam a lába előtt, hogy imádjam őt, amint János az angyalnak, de azt mondta nekem, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Isten imád, mert Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Itt kétféle olvasata van a ógörög szövegnek, attól függően, hogy melyik szerkezetben értjük. Egyrészt jelenti azt is, hogy Jézusról szóló bizonyságtétel a prófétaság szelleme, ugyanakkor más fordítások viszont úgy hozzák, hogy Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme, vagyis amit Jézus tesz. Mivel a görög szöveg megengedő, ezért mink is értelmezhetjük bátran mindkét értelemben a prófétai szolgálatnak az eszenciáját, hogy alapvetően bármilyen profécia elhangzik, bármilyen prófétai kijelentés van, annak a legteljesebb mértékben meg kell egyeznie Jézus Krisztusnak a kijelentéseivel, személyével, személyiségével, üzenetével, magával a Szentírásnak a kijelentésével, és ugyanakkor Jézusnak a bizonyságtételét is hordozza, aki a kijelentéseket adja az embernek. Tehát mind a kettő igaz, hogy nem lehet olyan proféciát megengedni egy gyülekezetben, nem lehet olyan proféciát elfogadni, vagy arra hallgatni, ami szembe megy az újszövetségi és az ószövetségi kinyilatkoztatással, eltér a Szentírástól, vagy Jézusnak a beszédétől, Jézus jellemétől, Jézus természetétől, és olyan dologra akar bennünket rávenni, amely elválaszt bennünket Istentől. És végezetül pedig, miután láttuk ezt az öt nagyon fontos alapelvet, nézzük meg a különbséget az Ó és az újszövetségi prófétálás között, mert azt látom, hogy nagyon sok zűrzavar és káosz van ezen a területen, mert az egyik szélsőséges irányzatban csak azt tudják elfogadni prófétának vagy profétikus kijelentésnek, ha valamilyen extatikus dolog történik, mint például Saul esetében, ahol ruhátlanul extatikus állapotban került sor ilyen kijelentésre, de a Bibliában azt látjuk, hogy bizony vannak markáns különbségek az Ó és az újszövetségi prófétálás között. Az első ilyen különbség, hogy nem kizárólagos közvetítők Isten és ember között. Az ószövetségi proféták, azok közvetítettek Isten és az ember között. Az emberek nem voltak még olyan szoros közösségben és kapcsolatban Istennel. Eleve ott volt már a papság, aki az Isten és az ember közötti bűnök rendezésére volt rendelve, és ott voltak másodszorban a proféták, akik segítettek az embereknek a bűneiket felismerni és visszatérni Istenhez. Például Jeremiás 15:1-ben ezt olvashatjuk, ekkor az Úr ezt mondta nekem, ha Mózes és Sámuel állna is előttem, akkor se hajolna lelkem a néphez, küld ki őket arcom elől, menjenek. Hát itt is, ha ott lett volna Isten jelenlétében Mózes és Sámuel, Isten akkor sem tudott volna, Isten akkor sem bocsátott volna meg ennek a népnek. Tehát hiába volt ott a két legnagyobb tekintélyű proféta, ezek lesznek majd az alapozó típusú és az építkező típusú profétáknak a prototípusai, erről majd a következő alkalommal szeretnék beszélni. Illetve az 1 Sámuel 9:9-ben olvashatunk egy szintén jól ismert igeverset. Azelőtt Izraelben azt mondták, amikor valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit most prófétának neveznek, azt régen látónak hívták. Tehát ha valaki akart valamit Istentől abban az időben, meg kellett keresni egy prófétát, kellett keresni egy olyan szemét, aki látó volt, néző volt, aki segített az embereknek Isten akaratát megtudni. Itt például Saul esetében is látjuk, az elveszett szamarak esetében, miközben szamarat ment keresni, megtalált egy nagyobb dolgot, a királyságot. Az új szövetségben viszont minden egyes ember, aki megtért és újjászületett Szentlélek által Isten gyermekévé vált, azoknak már nincs szükségük ezekre a prófétai személyekre, akik közben járjanak érte, és pontosabban nincsen szükség arra, hogy Istentől jövő kijelentést vegyenek nekik, hanem inkább az az eset áll fent, hogy mindenkiben működik a Szentlélek, mindenkihez szól Isten, és a próféta csak
meg tudja erősíteni benned azt, amit Isten már elkezdett, vagy elvégzett benned, vagy pedig rá tudja irányítani a figyelmedet egy olyan dologra, amit esetleg elhanyagoltál, vagy pedig perifériára szorítottál. Tehát az Új Szövetségben a próféta nem kizárólagos közvetítő, nem megmondója, hogy te mit tegyél, mit igyál, milyen ruhát vegyél fel, mikor jöjjél Isten tiszteletre. Ilyen szinten egy próféta nem szólhat bele az életedbe és az életviteletbe, mint az Ószövetség esetében, hanem nekünk személyes kapcsolatunk van az élő Istennel. A második, jóval elterjedtebb az Új Szövetségben, mint az Ószövetségben. Az Ószövetségben jóval kevesebb próféta volt és működött, mint az Új Szövetségben. Ahogy mondtam, a Bibliában szinte megszámlálható azoknak a prófétáknak a száma az Ószövetségben, akik működtek. Az Új Szövetségben, ahogy láthattuk is, szinte az egész közösségre valamilyen szinten jellemző a prófétai ajándéknak a működése. És az Új Szövetségben ez egy kiterjesztett ajándék lesz majd, amiről majd fogunk beszélni a különböző szintek miatt. Az 1 Korintus 14.31-ben olvashattok is erről, hogy egyenként mindnyájan prófétálhattok. A harmadik dolog tekintélyében alatta van az apostoli szolgálatnak. Az Ószövetségben nem volt prófétai kontroll. Annyi kontroll volt csak, hogy a idősebb, rangidős próféta segítette a próféta tanítványokat, vagy próféta növendékeket, hogy növekedjenek az ajándékban, de az Ószövetségben a próféták fölött nem volt tekintély, sem a főpap, sem a király nem volt felettese a prófétának, Isten tekintélyével és hatalmával szóltak. Az Új Szövetségben viszont az apostoli kontroll alatt vannak, mindig a másodikok az apostolok után, és ennek is majd a szolgálatajándék kapcsán ki fogom fejteni a lényegét, és az apostoli szolgálatnak ezért van kontrollja az ő esetükben, hogy nehogy esetleg ószövetségi szintre elmenjenek bizonyos dolgok. A negyedik különbség, hogy nem tévedhetetlen, hibázhat is az újszövetségi próféta. Ez markáns különbség az ószövetséghez képest. Az ószövetségben például 5 Mózes 18-20-22-ben olvashatjuk, hogyha valaki hamisan prófétált az Úr nevében, annak meg kellett halnia. Az Új Szövetségben viszont ilyen nincsen. Az Új Szövetségben, akik esetleg prófétálnak, vagy prófétajándék működik bennük, bizony hibázhatnak, ezért kell kontroll alá helyezni őket, és megvizsgálni mindent, amit mondanak. Lehetnek jóindulatú vallásos tévelygések, túlbuzgóságból fakadó proféciák, és vannak megélhetési bűnözők, megélhetési próféták, akik aljas indokból és nyerességvágyból követik el a hamis proféciákat. Az ötödik különbség az újjászületéshez kötődik. Az Ószövetségben nem volt újjászületés, amikor a Szent Szellem, Isten ruhákja leszállt egy prófétára, megragadta őt, akkor ők prófétáltak. Az Új Szövetségben viszont, aki megtér és újjászületik, ahogy mondtam, veszi Istennek a Szent Lelkét, és elkezdhetnek működni benne az ajándékok, többek között a prófétálásnak is az ajándéka. A hatodik különbség a Szent Szellemnek a kitöltetése, el is utaltam már egy picit korábban, ezt teszi univerzálissá az újszövetségi Istennek a népét, hogy a Szentlélek kitöltetésével egy testbe vagyunk bemerítve, és a Szentlélek által egy közös nevezőnk van, és egy olyan személyt adott Isten a földre, az eklézsiának erre a korszakára, hogy a különböző kegyelmajándékok működjenek, többek között a prófétálásnak az ajándéka is. A hetedik fontos különbség, hogy ezek Krisztus testében működnek. Az Ószövetségben nagyon sokszor a próféták magányosak voltak, vagy állami alkalmazottak voltak. Ennek is megvolt a maga hátránya, hogy mindig úgy prófétáltak, hogy az adott király éppen ezt elválta, ebből több konfliktust is látunk az Ószövetségben. Az Új Szövetségben viszont elsősorban Krisztus testében működnek. Nyilván vannak olyan próféták, akik nemzetekhez kapnak elhívást, vagy nemzetekről kapnak kijelentést, de alapvetően, ha megnézzük a Szentírást, a Krisztus testében működnek, Krisztus testét építik, felkészítik a szenteket a szolgálat végzésére, építenek, bátorítanak, intenek, feddenek, buzdítanak, helyreállítanak, tehát ez főleg a Krisztus testében működik. Nyilvánvalóan más típusú lesz a pásztori szolgálatnak egy prófétai megnyilvánulása, egy tanítói szolgálatnak, teljesen más például egy evangélistának a prófétai megnyilvánulása, aki az evangéliumot hirdeti, és sokszor szívhez szólóan tudja az evangéliumot közvetíteni. És a nyolcadik különbség nem szintírás a kijelentésük, mint az ószövetségi prófétáknak. Ezt is látni kell, és ezért sem tévedhetetlenek az újszövetségi próféták, úgyis az ószövetségi prófétáknak a kijelentései és beszédei, azok a Biblia részét, a kánont képezik, és éppen ezért volt óriási felelősségük és tévedhetetlenségük volt a kulcs ahhoz, hogy Istennek ez a beszéde megmaradjon
számunkra, és a mai proféták pedig nem léphetik túl pontosan az Ó és az Új Szövetségi kijelentéseket, mert már nem kapunk olyan kijelentést, ami az Ó és az Új Szövetség, különösen az Új Szövetség részévé válhatna, tehát apokrif proféciákat nem kell nekünk mondani, és az Ószövetségi proféták voltak azok, akikben tökéletesen működtek a kijelentés ajándékok, rendkívüli precizitással közvetítették Isten hatalmát, Isten mindentudását, és nagyon sokszor az ő bölcsességét és a gondolatait performance-szerűen adták elő, valamikor a prófétának az egész élete a magányban, a szegénységben, az üldözöttségben, a nehézségekben következett be, valamikor a prófétának a házassága is például Hósásnak ezt szimbolizálta, vagy Ezékiel prófétának, hogy nem sírathatta meg a feleségét, tehát maguk az, magának a prófétának az életvitele is ezt a fajta isteni elhívást és isteni tekintélyt hordozta és sugározta. Ezt tehát mindig látni kell, ezt a 8 markáns különbséget, akkor, amikor az újszövetségi proféciákat megvizsgáljuk, az újszövetségi profétálásról, vagy a profétai ajándékról beszélünk, mert ezeket, ha nem kezeljük a helyén, akkor belecsúszhatunk abba, hogy ószövetségi módon kezdünk el embereket vagy szolgálatokat elbírálni és megítélni, hogy az új szövetségben ennek teljesen más alappal kell rendelkeznie. Ez volt tehát röviden a bevezetése a prófétai ajándékkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak, és ezeket szeretném majd a következő 7 alkalommal részletesebben kifejteni, és a következő alkalommal elkezdjük majd megvizsgálni, hogy milyen 2 nagy csoportja van az alapozó és a építkező típusú prófétáknak, és megnézzük majd azokat a különbözőségeket, amelyek az egyes szolgálatok területén vannak a proféciákban. Köszönöm a figyelmeteket!